Jó napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok, a Kirkoszoba Egyetem vezetője. Tehát azt tudnunk kell, hogy az ezotéria az nem tudomány. A kettőt ne keverjük már, nagyon szépen kérem. Nézzük már meg, hogy a Magyar Tudományos Akadémia megállapításában mit jelent az, hogy tudomány. Hát az az ezotériára nem illik. Azért jól tudjuk, miről beszélünk. Gyakran beszélnek arról az ezotérikus területeken, hogy az ezotéria művelésével úgymond szellemi felszabadulás érhető el. És tessék mondani, miből szabadulunk fel? Honnan? Azért azt is tegyék hozzá az illetők, mert akkor jobban fogom érteni. Hát bocsánat, hogy ilyen érthetetlen vagyok, de az ilyen homályos kifejezéseket nem szeretem. Az ezotéria tele van ilyen homályos kifejezésekkel, amelyek így is érthetők, amúgy is, vagy így se, meg amúgy se. Nagyon sokan azért szeretnek homályos kifejezéseket használni, mert saját maguk sem értik, hogy miről beszélnek, de én nagyon titokzatosnak hallik az egész, és akkor ők lehetnek a nagy guruk. Hát, vannak érdekes emberek, az biztos, az ezotéria tele van érdekes emberekkel, egyik érdekesebb, mint a másik. Az tényleg igaz, nagyon jól mondják az ezotériában, hogy önismeret az kell. Az önismeretre az nem jó módszer, hogy lefekszünk meditálni, az nem jó módszer. Az önismeretre megvannak a régen bejáratott pszichikai módszerek, az asztrológiai módszerek, mely asztrológia a pszichológiával karöltve vizsgálja jobb esetben az embereket, a parapszichológiai módszerek, ezek mind-mind önvizsgálatra valók. De én lefekszek meditálni és elszállok valahová, annak semmi köze az önvizsgálathoz, vagy az önismerethez sem. Tehát azért vigyázni kell, hogy miről beszélünk az ezotériában, milyen szavakat használunk, mert könnyen fel lehet tenni kellemetlen kérdéseket. Például mi az, hogy önismeret? Mi az, hogy önismeret? Az, hogy ön ismeri saját magát, és miért ismeri saját magát, és miért eddig nem ismerte? Ért 40 évet, de nem ismerte, és akkor most már ismeri? És ez miért, és hogy, és mettől meddig? Milyen kérdéseket tegyünk fel nyugodtan. Ezekre a kérdésekre itt a Kirkószabad Egyetemen választ kapnak a hallgatók. Természetesen szeptembertől kezdjük az újabb oktatásunkat. Viszontlátásra!